Valaki nagyon találóan fogalmazta meg, hogy a gyermek meséktől a különböző drámákig, filmekig mindennek az alaptémája a jó és a rossz, az igaz és a hamis közötti küzdelem. A jó győz, vagy a jó vereséget szenved, a győz az egy műfaj, ha vereséget szenved, az egy másik műfaj, de a téma mindig ugyanaz, a jó és a rossz, az igaz és a hamis közötti küzdelem. Abban is hiszek, hogy, mert máskülönben nem gondoltam volna, hogy tanulmányozzuk ezt a kérdést, hogy a harc egyik, illetve ennek a küzdelemnek az egyik harctere az a média. Nem csak a próféta szavai késztetnek arra, hogy ezt így gondoljam, hanem a tények is. Nagyon érdekes a híreknek a hatása, és erre hagyd mondjak el mindjárt egy történetet. 1999-ben Pakisztánban voltam, Lahor városban, már a szombatiskolán említettem az ottani McDonald's-ot, és azért jártam ott, mert az Adventista Egyháznak van egy főiskolája, ennek a városnak a közelében, és éppen akkreditáltuk a főiskolát, minőség ellenőrzést végeztünk ebben a főiskolában, és az öcsémék éppen ott dolgoztak akkor, és a család itthonról, a feleségem, gyerekek itthonról kétségbe esetten fölhívtak. Azt kérdezték, hogy bemenjenek-e a külügyminisztériumba, és kérjék-e, hogy evakuáljanak bennünket. Na most, hogy tettük a dolgunkat, az égvilágon semmi nem utalt arra, hogy minket ott evakuálni kellene, nem is kellett egyébként, de a család úgy értesült, hogy mi életveszélyes helyzetben vagyunk. Aztán, amikor már ők fölhívtak bennünket, hogy életveszélyes helyzetben vagyunk, akkor megpróbáltunk utána nézni, hogy mi is történt valójában. Egy furcsa dolog történt, tulajdonképpen egy katonai puccs volt az országban ezen a napon. Az egyik magasrangú katonatiszt hazafele jövet, egy tárgyalásról le akart szállni a gépével, a hatalmon lévők úgy akarták likvidálni, hogy nem adtak leszállási engedélyt a gépnek, mondván, hogy ha kifogy az üzemanyag, akkor majd valahol lezuhan, vagy lesz vele valami. És hát a katonaság megoldotta neki ezt a problémát, le tudott szállni a géppel, és aztán látogatást tettek a kormány képviselőinél, és berakták őket a különböző cellákba. Na most ez tőlünk körülbelül 1500 kilométerrel odébb történt, és talán 50 embert, vagy 100, vagy 200 embert érintett. Nem arról volt szó, hogy az egész Pakisztán lángokban égett. De a magyar hírközlésnek a hatására a család ezt úgy fogadta, minthogyha valami végzetes háborúnak a kellős közepén lenni. Na most ezt nem csak személyes tapasztalatból tudom, hanem egy nagyon érdekes cikket olvastam június közepén, aminek az a címe, hogy mérgező hírek, médiafogyasztás és válság értelmezés, és a hírlap beszámolt arról, hogy milyen hatással voltak az emberekre azok a rossz hírek, amit a karanténban fogyasztottak nap-nap után. Az emberek nem tudták elfoglalni magukat, akik elvesztették a munkájukat, mert önmagában egy elég nagy drámát okozott nekik, és sokan azzal töltötték az idejüket, hogy a megnövekedett szabadidejüket, hogy egyre több média terméket fogyasztottak. Tévét néztek, rádiót hallgattak, Facebookoztak, és így tovább, és így tovább. A bezártság és a rossz hírek összeadódtak, és az emberek elkezdtek rettegni.
Na most én arra nem akarok kitérni, hogy ez szándékos volt, vagy nem volt, most ezt hagyjuk ezt a szempontot. Figyelmen kívül, de ami nagyon érdekes, hogy egy Alison Holman nevű amerikai pszichológus kutató szintén rájött erre, és elkezdte vizsgálni a karanténnak az emberekre gyakorolt hatását. És a hírfogyasztásnak, a bezártságnak és a hírfogyasztásnak az együttes hatását. És néhány alapkövetkeztetést vontak le, én csak ezeket ismertettem, mert a cikk az nagyon hosszú. Az első, amit megállapított, hogy a negatív híreket az emberek érdekesebbnek tartják, miközben ezek a hírek rombolják az emberek bevetett bizalmukat. Tehát az emberek, ha már be voltak zárva, és híreket fogyasztottak, mit fogyasszanak más, mint rossz híreket? Mert az érdekesebb. Hát ez az első megfigyelés. Nem új dolog egyébként, de most ebben nem megyek bele. A második, hogy a hírek eltorzítják a valóságról alkotott képünket, mégpedig olyan értelemben, hogy a hírekben kapott kép az kritikusabb, az félelmetesebb, mint a valóság úgy, ahogy ott a helyszínen az emberek megélik. És a harmadik dolog, hogy a rossz hírek nagyobb aránya következtében, mivel hogy több ilyen hírt nézünk, a túlzott hírfogyasztás nem csak lelki egyensúlyunkat bontja meg, hanem egészségügyi problémákat okoz. A hír alkoholisták 53%-kal nagyobb eséllyel szenvednek szív- és érrendszeri megbetegedésekben, mint azok, akik nem habzsolják a híreket. Tehát a rossz hír nem csak a lelkünket fordítja fel, hanem beteggé tesz bennünket. Különböző fizikailag kimutatható betegségeket szül. Látjuk tehát, hogy a hírektől való függés éppen olyan egészségkárosító, mint az alkoholizmus vagy a drogfüggőség. Hogy nem véletlenül adta a szerző ezt a címet a cikkének, hogy mérgező hírek. Amin szeretnék túllépni, mert ezek csak pszichológiai megfigyelések, hogy természetesen a mi hitünk szerint a hírek és a híradások alkotói, menedzserei, megrendelői és így tovább, anélkül, hogy tudnák, egy magasabb erőnek a szolgálatában állnak. Nem arról szól a dolog, hogy XY mit szeretne elérni, persze, közvetlenül azt látjuk, de XY-on keresztül valaki más akar valamit elérni. Ahogy Pál apostol írja az Efézusi Levél 6. fejezetében, ördögök mesterkedéseivel állunk szemben. Nem test és vér, nem emberek ellen harcolunk, hanem erők, hatalmak, a sötétség hatalmának urai ellen, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Az emberi szereplők egy magasabb levegőbeli civilizációnak a szolgálatában állnak, anélkül, hogy sokszor ezt tudnák. Akinek igenis szándéka a félelemkeltés. Gondoljunk Péter apostol levelére. Azt mondja az ördögről, hogy az ördög olyan, mint az ordító oroszlán, aki szerte jár, hogy kit nyeljen el. Na most mi nem láttunk oroszlánt támadni, mert nem szaladgálnak itt az utcán az oroszlánok, de akik megfigyelték, vagy láthatták ezt, azok tudják, hogy az oroszlán nem támadja meg, mert nagyon éhesnek kell lennie már akkor, nem támadja meg csak úgy az áldozatait, ha egy bölény csordából lopni akar az oroszlán, hogy egyen, akkor nem rohan a bikák közé, hogy szarvukkal felökleljék és megöljék,
Mit tesz? Lesben van, illetve körbejár a nyájon, és ordít. Na most mi történik az ordítás hatására? Az nyájban elkezdenek az állatok félni. Melyik fél legjobban? A leggyengébb, ugye? A legtapasztalatlanabb és a leggyengébb. Ez a félő állat kiugrik a nyájból, és elkezd eszeveszetten szaladni. És abban a pillanatban elveszti a nyájnak a védelmét. Tehát amikor Péter azt mondja, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, ezzel azt mondja, hogy az egyik legfontosabb eszköze a félelem keltés. A rossz hírek általi félelem keltés. Sátán manipulációinak ez az egyik legfontosabb eszköze. Na, nézzünk erre egy bibliai példát. Bizonyára mindnyáján ismerjük Mózes 4. könyve 13. 14. fejezetét, ahol arról olvasunk, hogy Izrael népe megérkezett Kánaán határára, és Mózes kiküldött 12 kémet. 12 ember elment, átkelt a Jordánon, és elment és megnézte Kánaán földjét. Visszajöttek, és jelentést tettek arról, amit láttak. Milyen jelentést tett közülük 10? Igen, ha egészen pontosan megtaláljuk a 13. fejezet 33. versében. 2 jó hírt hozott, majd mindjárt róluk is szólunk, 10 rossz hírt, és azt mondták, most figyeljünk nagyon, hogy óriások laknak Kánoánban, Anák fiai, akik mellett parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők úgy is tekintettek ránk, mint sáskákra. Miről beszéltek ezek az emberek? A félelmükről. És a félelmüket ruházták át azokra, akik nem is voltak ott, akik nem látták Kánoánt, akik csak azt tudták Kánoánról, amit a hírben hallottak, hogy ott félelmetes emberek laknak, hogy ott félelmetesek a körülmények, és tudják, hogy mi gyengék vagyunk, és lenéznek ránk, és esélyünk sincs arra, hogy bevegyük ezt az országot. Nem a tényekről szeretnék szólni, hogy voltak-e óriások Kánaánban, vagy meg Anák fiai, vagy nem. Nem ez a lényeg ebben az esetben, hanem az a lényeg, hogy a rossz hírek kétségbeesés, pánikot szültek a nép között. És Sátánnak az volt a célja, hogy páni félelmet gerjesszen a nép között, hogy lemondjanak az ígéret földjéről, hogy visszariadjanak annak az ajándéknak az átvételétől, amit Isten az ősatyáknak megígért. Ki állt a rossz hírek hátterében? Sátán, de ezt onnan tudjuk. Nem szabad olyan kijelentéseket tennünk, amit nem tudjuk igazolni a szövegből. Ha a 14. fejezethez lapozunk, a 6-tól 9. versben olvassuk a másik két kémnek a jelentését. Józsué és Káléb azt mondják, ezt mondták Izrael fiai egész közösségének, mondja az elbeszélő. A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen, igen, jó föld. Ennél érdekesebb a következő mondat. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet, csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert fél fogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de mi velünk van az Úr. Mit tesz ez a két ember?
Azt mondja, nem az a kérdés, hogy anák fiai hol vannak, hanem az a kérdés, hogy Isten nekünk ígérte ezt a földet. Higgyetek abban, aki idáig vezetett minket, aki kihozott Egyiptomból. Hát Egyiptomból is voltak anák fiai. Az ókor egyik legnagyobb birodalmából hozta ki őket Isten néhány hónappal azelőtt, mert ez még nem a 40 éves, olyan után kezdődik a 40 éves vándorlás. Néhány hónapja átvezette őket a Vörös tengeren, és mindenről elfelejtkezve a félelemnek a lelkületében, hitetlenül, leeresztve elengedték magukat, és alkalmatlanná váltak arra, hogy Isten felhasználja őket Kánaán meghódítására. Nem azért, mert ott anák fiai voltak, hanem azért, mert elvesztették a hitüket. A félelmek, a rossz hírek félelmet szülnek, a félelem pedig elvette a harcosok erejét. Ezzel szemben a jó hír növeli az Úrba vetett bizalmat, és megsokszorozza az emberek erejét. Józsué és Káleb nem becsülte le az ellenséget, de ismerték a seregek urát. Ez volt a különbség. És mi se becsüljük le az ellenséget, de ismerjük azt, hogy az Úr erősebb. Meglátták a mennyei hatalmat, ami eldönti a harcnak a végkimenetelét. Na most érdekes, hogy amikor egy ilyen félelem születik, akkor megfigyelték a nyulat, vagy azokat az állatokat, amelyek amúgy félelmükről ismertek, hogy amikor már nincs hova menekülni, akkor hirtelen vakmerőekké válnak. Na most itt azt látjuk, hogy miután Isten elpusztította a félelemkeltőket, jöttek azok, akik vakmerőségbe hajszolták a népet. Just is elmegyünk, és megvívjuk ezt a harcot. Vakmerően, olvassuk a 11. fejezet 41-43. Versében, 45-ben, ők azonban vakmerően felmentek a hegyvidék magaslataira, az amálekiták és kánániták azonban elkergették őket. Tehát a hírek manipulatív erejét akkor sem szabad lebecsülni, és ez a gondolat, amit szeretnék még határozottabban aláhúzni, amikor Jézus második előveteléről beszélünk. Figyeljük meg Máté 24. fejezetének a 6., 7. vagy 6. 24. fejezet 6. versét és Márk evangéliuma 13. fejezet 7. versében. Jézus azt mondja, hogy két veszedelem fenyeget bennünket. Az egyik a félelemkeltés. Hallotok híreket háborúkról, járványokról, dögvészről, természeti csapásokról. Meg ne rémüljetek, mert ezeknek meg kell lenniük. Ez hozzá tartozik a világ, a bűnös világ, a bűn által megrontott világnak a természetéhez, de ne rémüljetek meg. Miért beszél Jézus az ő második eljövetelével kapcsolatban? Az első dolog, amiről beszél, hogy ne féljünk. Valószínű ismer bennünket, hogy érdekesebb nekünk a végső eseményekkel kapcsolatban mindaz, ami félelmetes, mint az, hogy végül bemegyünk a mennybe. Mi lesz a fenevaddal, meg a nagy nyomorúsággal, meg a kis nyomorúsággal, meg mikor kell kijönni a városból és elbújni a barlangba, és így tovább, nem? Sokszor többet foglalkozunk vele, mint azzal, hogy új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. A rossz hír jobban foglalkoztat, mint a jó. És félelmet szül, és szorongást szül. És ahogy láttuk a Kánaán elfoglalásánál, Sátánnak az volt a célja, hogy az emberek féljenek és szorongjanak, mert így tudta megakadályozni azt, hogy az ígéretnek, földjének a birtokába jussanak. Hiszek az apokaliptikus proféciák történeti értelmezésében, de tudom, hogy az apokaliptikus képsorok csupán vázlatok. Nincsen aprólékos
kinyilatkoztatás, sem Dániel, sem jelenések könyvében arról, hogy napra mi a következő lépés. Ad egy perspektívát a bibliai profécia, és ha helyesen olvassuk, akkor egy áldott reménységet szül, ahogy Pál apostol beszél ezekről a kérdésekről, de nem ad egy pontos térképet, amit lépésről lépésre követhetnénk. Ha az Úr kedvel minket, ahogy Káleb és Józsué mondta, akkor be fog vinni az ő országába akkor is, ha az oda vezető út nem minden állomása világos. Hadd lépjek itt tovább egy gondolat erejéig Jézus keresztre feszítésének a történetére. Kezdjük a végén. Lukács evangélium a 24. fejezetében Jézus két tanítvány mellé oda szegődik, akik letörve, csalódottan, kiábrándultan beszélgetnek. Azt mondják, hogy Jézust megfeszítették, mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Itt látunk ezeknél az embereknél. Becsapta őket a profécia. Nem. A profécia nem csapta be őket. Becsapta őket saját profécia értelmezésük. Mert Jézus háromszor is elmondta nekik, hogy milyen céllal megy Jeruzsálem. Háromszor. De annyira elfoglalta az agyukat a dolgoknak a saját értelmezése, hogy úgy fogalmaz Jézus, hogy balgatagok és rossz szívűek lettek arra, hogy megértsék azt, amit Jézus Krisztusnak a saját szájából hallottak. Jobban hittek a saját táblázataikban, mint Jézus Krisztusban. Tudjátok, mennyi adventista van, aki jobban hisz a saját táblázataiban, mint a bibliai proféciákban? Szomorú. Én azt szoktam mondani, hogy óvakodjunk, mert ides-tovar sátánisták leszünk, és nem Krisztus hívők, mert többet beszélünk sátán hatalmáról, mint meg csalásairól, mint Jézus Krisztusról. Ez az ördögnek a célja. Visszaél azzal, hogy a rossz hírek érdekesebbek számunkra, a negatív dolgok szívesebben foglalkoztatnak bennünket, mint a mi reménységünk. És beijesztjük, hogy ilyen csúnyán mondjam, beijesztjük saját magunkat, és beijesztjük egymást. Tehát, amit láttunk az, hogy ezeket az embereket nem Isten szava, hanem az emberi mendemondák alapján nyugvó előítéletek vezették Jézus Krisztus szenvedésével, vagy messiási szolgálatával kapcsolatban. Vannak igehirdetők, evangelizátorok, akik ezen az úton járnak. Felolvasnak egy bibliatörténetet, meg felolvasnak mellé egy újságcikket. Na most a Biblia az Isten szava. Az újságcikk, meg annak a sajtónak, vagy újságírónak az agyaszüleménye, aki éppen megírta. És a híreket, a legtöbb rádió, a leggyorsabb hírforrás még mindig a rádió, a legtöbb rádió fél óránként, sőt, van olyan rádió, amelyik negyed óránként mond híreket. Úgyhogy ezek a hírek fél óránként és negyed óránként változnak. Isten igéje örök, ahogy Jeremiás próféta mondta, hogy a hír jön, hát még az ő idejében jó világ volt, mert azt mondja, hogy egyik évben ilyen hír jön, a másik évben amolyan. Mi nyugodtan mondhatjuk, hogy egyik órában ilyen hír jön, a másik órában amolyan hír jön. Egyik forrásból ilyen hír jön, a másik forrásból amolyan hír jön. Pontosan azért, hogy minél összezavarodottabb is, minél manipuláltabb legyen az ember. Szoktam mondani, hogy az emberi világ történelemben soha nem volt olyan manipulált, mint napjainkban. Soha annyi hazugságot nem vittek az emberek, mint ma.
iszonyatos mennyiségű ostobaságot és hazugságot zúrít ránk a világ. Miért? Megint Jézus profétai beszédéhez térek vissza. Azért, hogy elhitesse, hogy Sátán elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Ezért mondta Jézus, hogy vigyázzatok, vigyázzatok. Néha, még egy gondolat erejéig visszatérek erre, néha mi magunk is akarva, akaratlanul a filozófiánkkal, ahogy gondolkodunk dolgokról, ennek a hamis hírgyártásnak és terjesztésnek az eszközévé leszünk. Az evangéliumot az eszközévé tesszük. Mit szoktunk mondani, hogy mi a hármas angyal üzenet? Isten figyelmeztető üzenete a világnak, nem? De a figyelmeztető üzenet az riogatás. Én az evangéliumról más tudok. Az evangélium nem Isten figyelmeztető üzenet, hanem Isten megmentő üzenet. Mekkora különbség van a figyelmeztető üzenet, meg a megmentő üzenet között? Ha mi figyelmeztetünk, akkor riogatunk. Ha megmentünk, akkor hitet, reménységet, bizalmat építünk, hogy az emberek Isten szárnyai alá meneküljenek, ahogy délelőtt beszéltünk a Zsoltárok alapján erről, ahol biztos menedékünk van, ahol százak és ezrek bukhatnak el jobb és bal kezd felől, anélkül, hogy a feszedelem érintene bennünket. Ezért írta Pál nem csak Titusnak, hanem mindnyájunknak bizonyos értelemben, a Tituszhoz írott levélben, egy másik igehirdetésben szoktam erről beszélni, a trollkodás kapcsán, ami egy külön téma, hogy a szociális médiában, akik mindenféle eszközöket igénybe vesznek, hogy értelmetlen és ostoba vitákat gerjesszenek, és megmutassák, hogy ő milyen nagy harcosok. Pál apostol ezzel a problémával a Titushoz írott levélben foglalkozik, trollok már az új szövetségi gyülekezetben is voltak, Krétán biztos, tönkretették a gyülekezetek életét. Ezért a második fejezetben azt mondja Titusnak, az első fejezetben azt mondja, hogy az ostoba és botor vitákat és a trollokat, azokat kerüld el. Harmadik fejezetben visszatér, és azt mondja, hogy a feleslegesen vitatkozó embereket egy-két intés után került ki, ezekkel ne foglalkozz, ne etesd a trollt, ahogy a mai szociális médiában szoktuk mondani. De ami nagyon lényeges, hogy viszont Pál beszél arról, hogy miről beszéljem, Titus. Mi az, amit hirdessen? Titus második fejezete 11. verstől a 15. versig. Hirdesd a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Hirdesd azt, hogy megváltott bennünket Jézus, és hirdesd azt, hogy hazavisz bennünket Jézus, és hazavár bennünket, ami mennyei atyánk. Salamon egy élet tapasztalatát foglalta össze, amikor leírta ezt a mondatot, a csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet. Pál saját kommunikációját és filozófiáját adta tovább, amikor ezt írta. Egyébként pedig testvérei, Filippi levél 4. fejezet 8.-9. vers. Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű. Ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Ezek azok az értékek, amelyeknek vissza kell tükröződnie a mi hírközlésünkben. Nem önfelmagasztalás, nem kérkedés, nem megtévesztő propaganda ez, hiszen nem rólunk szól, hanem bizonyságtevés, hogy a szombatiskolában láttuk.
arról szól, hogy mit tett Isten. És mit tesz Isten a mi életünkben, és a mi életünkön keresztül. Azok a hírek, amelyek kijönnek Isten gyermekének ajkain, nem az emberi sikerekről, hanem Isten kegyelméről szólnak. Hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, mondja Péter apostol. Ez az a hír, ami felüdíti nem csak a lelket, hanem a testet is. Ilyen híreket azonban csak azok közvetíthetnek, akiknek az életében megvalósultak Isten nagy tettei. Akik ismerik Isten tetteit az ő életükben. Megélték, tapasztalták. Ahogy megint a szombatiskolához visszatérek ebben a gondolatban, hogy Isten könyörült rajtuk, és irgalmas volt hozzájuk. Nagyon érdekes a 112. Zsoltár. Ez, kedves Zsoltárom, ez nekem egyébként, az Isten félelem jutalmáról szól ez a Zsoltár, és így szól az első, majd a 7-től 10. vers. Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömet talál parancsolataiban. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegénynek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik. Fogát csikorgatja és emészti magát, mert a bűnösök kívánsága semmibe vész. Boldog ember az, aki az Urat féli, mert nem fél. Nem fél. Nem fél se a vírustól, se az éhségtől, se a háborúságtól, se a vihartól, mert ezeknek meg kell lenniük, de... Akik Isten szeretik, azoknak minden javukra válik. Azok számára ez tréning. Nem csapás, hanem próba, mi úgy szoktuk mondani egyházias nyelven. De tréning, edzés, felkészülés azokra a harcokra, amelyek előttünk vannak. Mérgező, megfélemlítő, megbetegítő hírből több is van, mint kellene. Makacsul visszatérnek, és egyre fenyegetőbbé válnak az ilyen hírek. Látok embereket, akik már bele vannak betegedve, jó, nyilván ebből élnek, hogy vizsgálják, hogy na most akkor mitől kell éppen félni. És akkor ríjogatnak bennünket, megint meghalt valaki. Most gondoljátok, megint meghalt valaki. Meg. Hát minden nap meghal valaki. Nem? Mi is meghalunk egyszer. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy utána hova jutunk a feltámadás. Tehát nagyon lényeges az, hogy ilyen hírekből van sok, makacsul visszatérnek. Ezért mi legyünk az Isten félelemnek, a reménységnek és a jó hírnek a követei. Mert Ézsaiás azt mondja nekünk, hogy 52. fejezet 7. versében, hogy milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömet hoz, szabadulást hirdet, azt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Szeretett testvérem, én azt hiszem, hogy nekünk adventistáknak van egy hivatásunk, ettől vagyunk adventisták. Ezért van ránk szükség, különben nem, nincs szükség az adventista egyházakra ebben a világban. Ez az egy ok, amiért szükség van rá. Hogy ezt az üzenetet hirdessük. A reményteleneknek reménységet. A félelemben, a halál félelemtől rettegő embereknek, az örök életnek a reménységét. Ez a mi küldetésünk. Ezért hívott el Isten bennünket. És ne engedjük, hogy elnémuljon az az üzenet,
amit Isten a reménységnek, a boldog reménységnek az üzeneteként a mi szánkba adott. Adja az Úr, hogy mi ne a félelemnek, mert nem a félelemnek a lelkét kaptuk, hanem az erőnek, a bölcsességnek, a kiegyensúlyozottságnak, a reménységnek, a bizakodásnak a lelkületével éljünk, és ezt a lelkületet adjuk át a mi barátainknak is, a mi szomszédainknak is, a mi környezetünknek is. Isten kegyelme.